Ezt a három szót felejtsd el, ha le akarsz szokni a cigiről. Üdvözöllek, Száz Gábor vagyok, a Magyarország jelenkár, könnyen leszokni a dohányzásról központ vezető tanácsadója. Hogy kérdezzek valamit? Te emlékszel még életed első száz Én egészen pontosan emlékszem arra a 91-es szilveszterre, amikor elszívtam az első szállat. Mindez nagyjából még 15 olyan szilveszter és újévi nagy elhatározás követett, ami arról szólt, hogy másnaptól most aztán már tényleg elteszem azt a bizonyos első szállat. De sokáig nem sikerült. Ma már persze pontosan tudom, hogy miért nem. És így utólag azt is belátom, hogy nem kellett volna 15 évet lehúznom bagósként, ha például három szót idejében kiiktatok a szókincsemből. A kimondó szónak ugyanis óriási jelen van a függőségben. Gondolat, kimondott szó, cselekvés nagyjából így működik az életünk minden területén. A gondolatunkat viszonylag nehezen tudjuk megváltoztatni, legalábbis több idő és sok tudatos gyakorlás kell hozzá, hogy irányítani tudjuk. Viszont, hogy mikor, milyen szavakat használunk, azt viszonylag egyszerűen átprogramozhatjuk magunkban. Talán te is tapasztaltad már az életed más vonatkozásaiban, hogy mennyire nem mindegy, hogy mit, de még inkább, hogy hogyan mondasz. A dohányzásnál is van három olyan alattomos szó, amit biztos vagyok benne, hogy te is előszeretettel használsz, és látszólag teljesen ártalmatlanok, de ezek a szavak valójában csak arra jók, hogy eltávolítsanak a leszokástól. A jó hír, ha ezeket a szavakat sűrűn használod, amikor a leszokás szóba kerül, akkor nagy valószínűséggel te már igen közelre állsz ahhoz, hogy végképp eleged legyen a dohányzásból. Na de nézzük ezt a három szót. Ha a céljaid között ott szerepel a leszokás, kezd azzal, hogy el kell ezeket felejtened. Kellene. Az első és kedvenc szavam a kellene. Én is sokat használtam, és nem csak dohányzás kapcsán, hanem például a vasárnapi ebéd után, amikor egy időben rendszeresen azt játszottam, persze nem szándékosan, hogy vagy ötször-hatszor elismételtem, hogy kellene főzni egy kávét. Persze végül soha nem én főztem meg, hanem valaki, aki körülöttem megunta, hogy ezt ismételgetem. Mert amikor azt mondod, kellene, valójában olyan dologról beszélsz, amit csak feltételezel, de a kimondás akkor nyilvánvaló, hogy nem teszed meg. Hányszor mondtad például magadnak, vagy a körzetet, hányszor mondta már neked, hogy nem kellene ennyit dohányoznod. Le kellene már szoknod, ezt a szállat már nem kellene elszívnod. Oda kellene figyelned az egészségedre, meg kellene próbálnod leszokni, esetleg segítséget kellene kérned, és a solyt folytathatnánk a végtelenségig. Hogy érzed magad, amikor ezt hallod? Nem esik jól gondolom, nekem sem esett jól soha. Pedig a kellene szó önmagában nem hordoz semmi negatívat, sőt, ha más mondja, tulajdonképpen akár ösztönzésként, bátorításként is fel lehetne fogni, az ember mégis inkább utasításnak, parancsolgatásnak veszi. Hát nehogy már más mondja meg neked, hogy mit kellene tenned. Felesd el a kellene szót, és nyugodtan kérd meg a környezetedet is, hogy mellőzzék a használatát a dohányzásod kapcsán. Sokkal tisztább, ha helyette kielentő módban fogalmaztok mind a ketten. Főzök egy kávét, kérek egy kávét, nem gyújtok rá, megkeresem a módját, hogyan tudom letenni a cigit, illetve aggaz, hogy ennyit dohányzol, félek, hogy elveszítelek, nem akarom, hogy a cigi álljon közénk. A második szó a holnaptól. Igen, igen, ez az a bizonyos fánya halogatás, amiről már sokszor beszéltem. Nem lehet róla egelt beszélni, és többek között szeretnék szótajteni róla a következő leszokás segítő ingyenes előadásomon is. Belinkelem ide a videó alá is a pontos kezdési időpontot. Az előadást az interneten tartom, ha foglalkoztat a leszokás, gyere és hallgass meg, szerintem segíteni fog. Szóval amikor azt mondod magadnak, ma még rágyújtok, de holnaptól tartom magam, igazából nem történik semmi más, csak távol tartod magad a problémától. Ez ma még nem a problémám, tegyük félre. Ezt a parancsot kapja az agyad ilyenkor. Vagyis haladékot adsz magadnak a cserekvésre, így nem kell a dologba semmilyen energiát ölnöd. Sajnos ilyenkor többnyire csak áltatjuk magunkat, hogy rajta vagyunk az ügyön, de igazából a holnap szó egyetlen valódi jelentése, hogy nem ma. Az igazi probléma az, hogy amit holnaptól kezdesz, arról valójában nem is hiszed el igazán, hogy sikerülhet, és vagy nagyon félsz kezdeni. Szeretnél valamit, de tulajdonképpen semmit nem vársz a holnaptól. Márpedig, ha ezt szeretnéd érni, ha meg akarod valósítani a céljaidat, legyen az a leszokás vagy bármi más, akkor azért tenned kell minden nap egy kicsit, és hinned kell benne, hogy sikerülni fog. Amikor valóban hiszel a sikeredben, sokkal könnyebben eléred a célod. Tehát a holnaptól helyett fogalmaz így, egy hónapon belül megcsinálom, vagy idén megcsinálom. Meglátod, mennyivel másabb érzés lesz. A harmadik szó rossz. És itt végül a harmadik tiltólistás szó a rossz. Nagyon sokan érzik úgy, hogy ciginélkül nélkül rosszabb lenne az életük, de minimum unalmasabb. Az esti hétvégi sörözések, bulizások ciginélkül nélkül egy fabatkát sem érnének, és csak egy unalmas mókuskerék lenne az életünk, ha nem dohányozhatnánk. Azt gondolják, hogy cigi szünetek nélkül nem bírnák ki a munka egyhangúságát és a stresszt, és hogy a reggeli kávé és a cigi nélkül teljesen felesleges is. Vagyis cigi nélkül rossz minden. Szinte minden dohányos fejében megfogalmazódik ez a félelem. Pedig ez a szó is csak egy azok közül, amivel nagyon könnyen dobálózunk az életünk minden területén. Rossz az életem, rossz a párkapcsolatom, rossz a munkám. Mielőtt a leszokást elodázva elkezded ezt a szót a dohányzás kapcsán is mondogatni magadnak, vizsgáld meg, hogy pontosan mi is lesz rossz, ha nem dohányzol. Megromlik a kávé íze? Nem lesz jó sörözni a haverokkal? Nem fog lídzeni az ebéd? Nem fogsz tudni gondolkodni, aludni? Én meg leszokottként azt mondom, hogy nagyon jókat lehet enni, inni, és a buli is kiváló cigi nélkül, sőt sokkal jobb. Szóval rossz helyet mondogasd inkább magadnak, hogy nehéz elképzelni az életemet cigi nélkül, de tudom, hogy egyszer másképp fogom ezt gondolni. Most mondhatod, hogy Gábor, én már próbáltam önerőből a leszokást, és tényleg nagyon rossz volt cigi nélkül minden. Oké, de tudd, hogy ez azért van, mert valójában a lelki függőségedet nem kezelted. Csak a kezedből tetted le a cigit időlegesen, a fejedből viszont nem. Ha szeretnél többet tudni arról, hogyan szüntetheted meg a cigihez láncoló mentális függőségedet is, jelentkezz mielőbb az ingyenes ellenkár könnyen leszokni és konzultációra. A regisztrációs oldal linkét belinkelem a videó alá, Szándra azt a fél óra 40 percet, sok dohányosnak tudtunk már segíteni vele. Én most búcsúzom, köszönöm, hogy végignézted ezt a videót. Minden jót!